Réka vagyok, és itt van velem a nővérem Viktória. Hello mindenki! És ma meg fogjuk válaszolni a kérdéseiteket, amit Instagramon, illetve Facebookon tettetek föl neki, Írországgal kapcsolatban, ugyanis ő kint él külföldön. És lássuk is a kérdéseket. Szóval az első kérdés, hogy tudnál-e felsorolni furcsa szokásokat, amik ott Írországban vannak? Mi számít furcsa? Nekem furcsa volt például ez, mikor kiköltöztem, hogy hetente van fizetés, ami tök jó dolog. Vagy például ugye, ezt mindenki tudja, de van akinek furcsa, hogy a másik oldalt van a kormány az autókban, és nem jobb oldalt közlekedünk, hanem bal oldalt. Igen, ezt gondolom furcsa volt megszokni, most meg már az furcsa, hogy itt bal oldalt van. Hát igen, én nem tudok vezetni, viszont már vezetgettem odakint, úgyhogy szerintem én itthon nem tudnék vezetni. A második kérdés, vannak ott koboldok? Hát, én is keresem őket. Egyik sikertelenül, de én hiszek mindenben, minden ilyen hülyeségben. Én hiszek bennük, egyébként tök jól néz ki, mert például ez lehet, hogy a furcsaságokhoz is jó, például nagyon sok park, tele van ilyen kis tündér ajtókkal, így fel vannak szerelve, és olyan kis cuki, mint a tényleg ott laknának, úgyhogy hiszek benne. Jó, nem találkoztam. Jó ott élni? Hát én szeretek. Én nem biztos, hogy tudnék már itthon élni. 3 éve élek kint. Megszoktam, hogy teljesen más ott az élet. Jobb az életminőség ott. Kevesebb a stressz. És ez hosszú távon elég jó. Írország és Magyarország különbségeket fel tudnál sorolni? Hogy mi a jobb ott, és mi a rosszabb itt, illetve elfordítva? Hát amit mondtam is, hogy kevesebb a stressz. Könnyebb elhelyezkedni. Még anélkül is, hogy például lehet, hogy nem az a szakmád, amit csinálsz, de ha tudod csinálni, és az írek elégedettek veled, akkor igenis tudsz abban a szakmában dolgozni. Nyilván nem mindenre igaz, de igen, ez sokkal jobb. Mi jobb odakint? Nyilván jobb odakint a fizetés. Hát igen. Hát egy kicsit sokkal jobb szerintem, ahhoz képest, amit én kerestem itthon. Azért én dolgoztam itthon is, dolgozok kint is, úgyhogy sokkal jobb. Szerintem az emberek sokkal kedvesebbek odakint, mint itthon. Főleg mostanában is tapasztaltam, hogy a boltokban is, az étteremben is mindenki vigyorog, nagyon kedvesek egyébként. Hát ami itthon jobb és néha hiányzik, az nekem a kaja, a magyar kaja. Mi főzünk odakint is magyar kaja, de valahogy mégsem ugyanaz, mint itthon. Hát Magyarországon már csak a kaja jó. És a túró Rudi. Megtaláltad már a szivárvány végét? Nem. Ez olyasmi volt, mint a koboldos. Ez kb. A kobolddal függ össze. De nem, de hogyha megtalálom ezt is és a koboldot is, mindenképpen értesítelek róla. Külön videó lesz róla. Külön, így van. Mit tennél, ha nem jöhetnél haza? Hát ez hülyeség, igazából ez csak az anyagiaktól függ. Meg kell venni a repülőjegyet. De mondjuk, hogyha úgy történik valami, hogy egyáltalán nem tudnám soha többé hazajönni, így tételezünk fel ilyen. Ezt el tudom képzelni. Ilyen külön világba. Kiköltöztetnék mindenkit, aki fontos. Jó. Neked van nővéred? Oh my god. Kettős van. Is. Igen. Van ott Túró Rudi? Egyébként néha tudunk venni, igen. Vannak olyan boltok, például lengyel bolt, hogy vannak olyan boltok, amiknek van ilyen magyar polcai, és akkor ott tudunk venni néha. De inkább ezeket a vágyaimat itthon élem ki. Igen, egy évben egyszer. Milyen a megélhetés, de végülis erről már úgy nagyjából beszéltél. Hát igen, sokkal jobb, azt esetleg elmondhatom, hogy kint most jelenleg a minimálbér az 9,55 € óránként. De nyilván, ugye mindenki mondja, hogy kolbászból van kint a kerítés, ez azért nem így van, mert teljesen mások az árak is odakint. Például most képzeljétek el, nem is tudom, mit mondjak, hogy így tudjátok kötni az egészet, például ott van az albérlet, hogy oké, 9,55 € a minimálbér óránként, de nekünk csak egy 2 szobás albérletünk van, és ez havonta 650 €, és abban nincs rezsi. És akkor még hol van az, hogy kaját kell venni, ruhákat kell venni, vagy esetleg ha valakinek van gyerek, egy gyerek is nagyon sokba kerül. Házi állat, meg igen. Az autó. Autó fenntartás. Szóval igen, de azért mindig sokkal könnyebb, mint itthon.
Hiányzik valami itthonról, a kaján kívül? Hát nyilván a család. Na, meg a virágot. Szerepelni akar. Hát nyilván a család és a barátok. Kegbétes izé. Kezdőképernyőn itt van a macska. Jó, hát milyen ételek vannak ott, ilyen tradicionálisra gondol szerintem a kérdező. Hát, amit rögtön ki tudnék emelni, ez a marhahús, az ír marha, az világhírű. Én nem szeretem, én megfőzöm, de viszont nem igazán eszem meg. Ugye van ez a stew is, beef stew, az nagyon híres, ez ilyen pörkölt. Mert majd ezek csak mintha így ragusan készítenék el. Hát krumplit krumplival esznek az írek, mert volt ugye a krumpliválság, ez már kis történelem, úgyhogy tényleg krumplit krumplival, a krumpli minden formáját imádják. A levesek ilyen krémleves állagúak, a zöldségleves is, vagy sütőtökből is készítenek levest, de ez mind ilyen krémes állagú, nincs olyan leves, mint például húsleves. Nálunk egy húsleves, vagy egy zöldségleves. Sok halat esznek, meg zöldséget, nyilván ott van óceán, tenger, úgyhogy elérhetőbb, és fogyasztják is, ami is elég egészséges. Édesség valamilyen? Édesség, hát édességből. Hát a teasütemények nagyon mennek, meg az ilyen, mert ugye ők elég sokat teáznak délutánonként. Amit én nem szeretek, hogy a süteményeknél, meg a krémeknél nem túl kreatívak, a vajas krémnél megáll a világ is. Hát ez borzasztó nehéz krém. Nagyon sok kaja van egyébként, ami egyébként angol, de mégis úgy ír. Nagyon sok lazanyát is esznek, meg cottage pie, shepherd's pie, ez ilyen pája. Hát a turkey, nem teszem be, a pulyka, a marha, csirke, igazából. De most, hogy egy étteremben dolgozol, ugye, akkor te sem mondhatnál, hogy általában milyen ételeket kérnek ott az emberek, hogy mi az ilyen nagyon felkapott. Marha. Marha is krumpli. Marha krumpli és marha. Egyébként igen, tényleg ezek. Meg ezek a pályok, ezek nagyon mennek, vagy fish pie, például a halból is készítenek ilyen pályt. Vagy burgert, vagy ilyeneket igazából, semmi különleges. De a marha az nagyon-nagyon megy, az ír marha, minden formája. Leginkább sülve eszik. Nem használnak sok fűszert. A fájt azt mutatnád pitének. Ja. Szóval pite. Rossz, mert hogy nekem ezek mind angolul vannak megszokva. A kajáknál még az, hogy nagyon sok hús elég natúra készítenek el hozzánk képest, ugye csak sóbos, és szószokkal dobják fel, például a gravy szósz, nagyon szeretik a bors szószt, vagy van ilyen white szósz. Ja, a bacon, most teszem a bacon. A bacon and cabbage, az is nagyon tradicionális, angolul akartam mondani, tradicionális. Beszéljünk itt a angolul, de kaptad a bacon, vagy nem tudom, annak van valami magyar neve. Szalonna. De ez nem szalonna, ez ilyen egybesült bacon, és hát mondhatnám hemnek is, de nem hem, az bacon. Bacon és sonka. Kevics, káposzta. És természetesen mellé nagyon fontos a krumpli. Az emberek hogyan viszonyulnak azokhoz, akik más országból jönnek? Sok ott a magyar? Ó, rengeteg magyar van, de nem csak magyar, hanem szlovák, román, vannak csehek, nagyon sok litván, lengyel, lett, nagyon sok nemzetiségű ember él ott. Lehet, hogy már lassan többen leszünk, mint az írek. Nagy részük az íreknek, vagy így a külföldieknek is egyébként nagyon kedves. Nagyon-nagyon kevés az az ember, aki például nem szereti a külföldieket ottként. Több olyannal találkoztam, aki eléggé kedvel minket. Én soha nem éreztem magam hátrányban azért se a munkahelyemen, sehol, amiatt, hogy én magyar származású lennék. Nagyon aranyosak, meg kedvesek az emberek. Például a pár, ami már 15 éve él kint, őre már mindig azt mondják, hogy ő már ír. Úgyhogy nagyon kedvesek. Két kérdés jött olyan, ami így hozzánk szól, nem pont Írországhoz, ezt így a végére hagytam. Az egyik az, hogy mi az, amit legkevésbé tudtok elviselni egymásban? Vagy eddig már kintérés ilyen, amikor ő kiment, akkor én még a kicsi voltam, és inkább kicsi. Én voltam a elviselhetetlen, szóval erről ő tudna beszélni. Hát azért nem kisebb tudnék. Voltam. Hát kisebb nyilván az ember, nem fiatalodik, de hogy nem tudnék konkrét dolgot kiemelni.
Azt kell mondjam, hogy jó testvérek vagyok. Mi az, amit a másikban a legjobbnak és legszebbnek látok? Most a legjobb vagy a legszebb, vagy is is vagy? Most ezt hogy kell érteni? Hát a legjobb külsőre vagy? Szerintem a legjobbat a személyiségre értett, a legszebbnek hát mi van? Hát... Most külsődről mit emeljek ki? Kék szemed van. Én mindig szerettem volna más, de hát én kis barna gombszemet kaptam. Ez jó. Úgyhogy ez tök jó. Neked nem barna gombszemet van. Semmilyen tekintetem nincs, mintha nem is ennek szemem. Komolyan a barna az látszik, a kék meg így... Nem tudom, amire nem feltűnő. Nem lehet vele boci szemeket csinálni. Jobb pedig a humorod. Van humor. Van. Hát... Én Vikit mindig is irigyeltem, hogy milyen szép. Már kiskorom óta olyan akarok lenni, mint ő. De sose jön össze, mert nekem uborka feje van, neki meg gomba. Gomba. Gömb. Gömbfejű vagyok gombszemekkel. Hát meg amit így belsőleg szeretek benne, az hogy intelligens. Hát, hogy mindig tudja, hogy kell beszélni a másikkal. Ki, amikor nem. Általában nem szokott hülyeséget mondani, nem úgy, mint én. Szóval, ja, így ez. Jó. Vagyunk, egy hete vagyunk itthon. Voltunk pár étteremben, és mindenhol van írkávé, ez tök fura. Egyébként még nem ittam. Valószínűleg azért, mert az írkávéban viszki van, és én gyűlölöm a viszkit. De hát igen, az írek nagyon szeretik a viszki minden formáját. Minden alkohol formáját. Ja, a viszki, meg a Guinness Römír, vagy van többfajta, a Smidrix. Ilyenek, ezek is végül is a kaja a témához tartoznak. És erről eszembe jutott még egy furcsaság, hogy az írek képesek bármiből kocsmát csinálni. Hát van kocsma, ami templom volt előtte, vagy bank, bármiből lehet kocsmát csinálni. De ami furcsa, hogyha az ilyen helyeken parti van, akkor fél kettőkor vége van a bulinak. Na igen, szóval itt nem úgy van, mint Tósdon a Monsteren, hogy reggel 7-ig megjelenek. Csapatod? Nem, törvény van is, ezt be kell fejezni a partit, meg az alkoholfogyasztást is, ez is ilyen furcsaság talán. Még eszembe jutott az, hogy ugye az én csatornám az volt a kép inkább az ázsiai kultúrához el közel, ugye a képok miatt, meg ilyesmi, és akkor mesélhetnél arról, hogy ugye van ott ilyen japán kert, meg ilyesmi, vagy ja, ilyen ázsiai dolgok. Voltunk japán kertbe. Nem volt túl nagy, de egyébként elég aranyos volt, meg ott is vannak japán éttermek is. Most nyílt egy nemrég ott közelünkbe, azt úgy... Hát annyira nem a közelünk, de azt tervezzük, hogy azt megnézzük. De úgy... Nem sok minden. Hát a japán kertje az, ami a japán vonal. Akkor még lehet, hogy mondjuk lehet, hogy csak te nem tudsz róla, hogy mondjuk a belvárosban van-e még valami. Biztos egyébként van, vagy vannak olyan boltok, csak én nem igazán keresem, vagy nem igazán mozgok ilyen körökbe, de biztos, hogy van. Főleg Dublinban, vagy az ilyen nagyobb városokban, hát nem Magyarországon és Budapesten van japán iskola, kórai iskola, szóval nem hiszem, hogy Írországban ki lenne hagyva az ilyen dolog, szóval. Biztos van. Biztos van ott. Csak nem mozgok ilyen körökben. De valószínű. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, azaz köszönjük, és reméljük nagyon tetszett, hogyha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal, ha szeretnétek még több ilyen vlog videót, vagy covert tőle, akkor iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentbe, hogy milyen cuki a nővére, meg hogy megszerettétek el Írországot ez alapján. Hát ennyi is lenne a videó, sziasztok! Hi everybody! Hi everybody! Legjobban, legszebb, mi? Mi az, amit a másikban a legszebbnek, vagy nem bírom kiolvasni, legjobban. Illetve... Hogy ezt kivallom, gondolkodtam. Kiégtem, mi a kérdés? Hát, hogy még van olyan, rúzs is a foga! Van olyan, ami... Visszakanyarodok még a kaját. Nem teszem semmi, zavar vagy üttem. Akkor lezárjuk? Aha, és nézzük vissza.